Sziasztok, ez itt újra a VR. Régi vágyom teljesül. De nagyon durván, én esküszöm, izgulok. Igen, GTA 4, Oculus Rift-tel, most! Alapulás, azt a kurva! Na jó, kész, ide szartam a székre. Valaki segítsen bepelenkázni. Welcome to Liberty City! Na, takarodjál már! Oké, felekezekkel kilátod már 3D-s virtuális valóságos GTA-t. Azt a kurva! Oké. I'm just walking on the street. Na, tegyünk egy sétát a városban, ugye? Itt vannak az épületek, lóf a stormával, az egész. Most érted, ilyen mindennap van. Nézzük mi, amikor futunk. Ó, még a kezem is itt van, nézd! Hello! Műség? Hello, Mr. Szemüveg. Mi a helyzet? Hogy tetszik a gallérom? What the fuck? Mi? Gyere, buzi! Kurva anyárad! Mi? Nem ugatsz? Na? Na, gyere, köcsög! Anyádat! Hát, ilyen nincs. Ilyen nincs. Á, kubba szállat! Csak majd már megbasz meg. Mi van? Na, mi van? Na, mi? 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 Gyere! Úristen, mi van? Úristen, egy rendőr! Futás! That the best you got, man! bazd meg, ezek nem szaroznak, pedig csak leütöttem egy embert. Srácok, amúgy beszarok mindjárt. Esküszöm, nem találok igazából a szavakat, hogy írjam most ezt le. Ez itt újra a VR. Mi a fasz? Tehát itt... Olyan szinten rohadtul benne érzem magam a játékban, hogy ne tudjátok, mert itt szaladgálok az emberek között egy kibaszott nagy városba. Öcsém, ez már rohadtul nem tech demo. Pedig ez is csak egy, igazából egy mod, hogy mondjam. Na, nézzük mi a helyzet. Gyerek, bazd meg, Jani, te tudsz oroszul. Na, mindegy. Na, elsétálunk egy sikátorba. Bizus? Minden oké? Okay? Na, szaladjunk. Hello, gázpalack. Műség. Na, szóval ugye lenézek, látom a testem. Tökéletesen körbe lehet fordulni. Annyi gond van, hogy ugye biztosan tudjátok, hogy amikor forgatom a fejem, a játék ugye alapvető feature az, hogy forog a karakter feje is, és mivel nem natív riftes játékról van szó, ezért néha látszik a nyaka, mert ugye lassabban fordul meg a teste, mint ahogy én ilyen rohadt gyorsan forgatom a fejemet, mint valami kibaszos trucc. Úristen, a mentő! Ah, hello, öreg. Mi a helyzet? Van egy hotdogot? Látjátok? És így hátulnézetben látjuk a karaktert. És amíg ugye vissza nem ugrik FPS view-ba, addig sajnos nincs support, de... Na most már benyomtam a hotdogot. És most jön a lényeg! Holy mother! Oké, már is! Azt a korral! Na oké, kész, hivatalosan is bekuláztam. Azt! Nem tudok vezetni! Mi a fasz, mert ezek nem látták a grides videót? Oh. Oké. Okay. Bocsász! Igen, azt tudjuk, hogy milyen nagyon-nagyon brutális a GTA vezetési dinamikája. Na jó, lássuk mi a helyzet. És a kocsi egész belseje ki van dolgozva. Van, visszapillantó tükör. Takarodj a kurva anyárba innen! Na nézzük. Ne már! Hát hátra nézek! Öcsém, zsibbar ez a... Tudjunk a faszba! Egyenes az út, elől nincs senki. Ott jön a rendőr! Oké, okay, semmi gond, semmi gond. Ah! Karambol! Oké... Okay. Mindjárt szórakozunk tovább, de most egyszerűen ki kell élveznem az autós részét. Basszus! Itt az autó belülről jobban ki van dolgozva alapból, mint úgy önmagába véve egy riftes autós tech demo. Én, ez hihetetlen. És ugye maga a Vortex plugin csak kihasználja azt, amit a fejlesztők amúgy is megírtak a játékba. Ezt nem hiszem el. Oké, okay, azt hiszem visszaszívjuk, amit a múltkor a VR show-ba mondtunk. Szarok az összes natív riftes demóra. Ennél baszó VR élmény nincs. Tiszteles! Elvesztük a rendőröket. Na.
Ezzel kicsit jobban szét. Phil Farm. Hello, haver. Nem, nem legdösődünk most. Kell, kell, aha. Itt egy renderautó. Álljunk meg stoppolni. Hello. Mit dobtál le? Az mi? Találtam egy iPhone-t! Semmi gond. Mi a fasz? Hon vagy? Hon vagy? Adna? Mi az, hogy you wreck my car? Te büdös köcsö! A kurva anyára, gyere ide! Hogy a faszba gondolod, hogy elütsz? Húzzál is anyádba! Köcsög! Oh, hello? Hello? Ne haragudj már! Nincs egy kis apród? Ha? Na! Velem jössz, teső! A puci elvisz most egy kirándulásra. Nyugi, ne izgulj! Ne izgulj, nem halsz meg! Na jó, de... Meghalsz ugyanúgy, mint a tesód! Oké, okay. Na nézzük, mi a pálya. Azt nem tudom, hogy ez most Alderney City, vagy melyik rész, mert rohadtul eltévedtem, de úgy leszarom. Én azt javaslom, hogy... hát akkor álljunk meg ebben a szép kis parkban. Köszönöm szépen, hogy ráhajtottál a sziklára, te hülye fasz. Nyilván magamhoz beszélek. Oké. Okay. Na. Nézzük. Tehát, kormány. Mr. Nico velik. Van műszerfal. Most komolyan, hol látjátok a műszerfalat? Soha a GTA-ba. Kesztyűtartó? Igen, a hátsó ülések is megvannak. A nyakam is megvan. Ez valami brutális. Tehát kész, egyszerűen kész. Tehát annyit mindenképpen el szeretnék mondani a fasságon kívül nyilván, meg attól, hogy mindjárt összehúgyozom magam attól, hogy lett valamennyire kurva jó, hogy iszonya... Nézd meg! És tehát ez a grafika már egyébként jó, én mindent tudok, meg minden, de Riftbe játszunk. Azt mindenképpen vegyétek számításba. Ez a grafika már teljes mértékig kielégítő a Riftben, és... Há? Nem. Egyszerűen most nem tudok mit mondani. Nem tudom, hogy mondjam. Egy ekkora hatalmas városban, egy darab autóban ülni, és így innen, ebből a kis pontból, tehát rohadt kicsinek érzem magam. Amúgy, hú, bazd meg, de kibaszott sok bokor van itt. Gondzsaréma? Nem. És tolatva hátra nézek? Á, nem baj, semmi gond. Szóval csak azt akartam mondani, hogy nagyon kicsinek érzem magam a városban. Ez nekem a GTA-ban eddig még sose volt meg. Oda mentem, ahol akartam. Van valami jellemvetésed? Tehát, hogy neked mentem, te fasz. Mi? Gyere! A szedem érlek utol! Bazd meg, úgy futok, mint egy állat. Nyisd ki ezt a kurva ajtót! Nyisd ki! Get the car to me, man! What is your problem? Grand Theft Auto. Igen, Mr. Render, ezzel játszunk. Oké, okay. Na nézzük, Mr. Render, mit tudsz? Nem jön utánam. Gyerekek, mindig előre nézzetek, ha vezettek. Hátra nézni veszélyes. Azt a kurva! Most... Mi van? Rátakarodj a faszba, úszok! Hát a kikötőben vagyunk, ezek itt valami nagyon nagy gangsterek. Hello, öreg, mi újság? Van egy cigit? Mit nincs? Figyelj, most meg nem. Szóval... Kéne ez a Ferda? Ide adod? Ha? Ide adod? Köcsög! Sorry! Forgive me, I'm sorry, man! Oops! Valami történt.
És basszus, nem hiszem, hogy egyáltalán nem szédülök. Hopp! Azt hiszem, az ipari park kellős közepén landoltunk, úgyhogy itt... elméletileg... bazd meg! Meg mindig nem tudok vezetni. Semmi gond! Fuck you, Mr. Taxi! Na! Nézzük... Na jó! Úgy látom, hogy ez szokás itt Liberty City-be. Na gyere! Szállj ki, buzi! Szállj ki a kurva anyárat! Szállj ki, basz meg! Basz meg, basz meg! De mi az, hogy mindenki elüt? Láttam az alvászt! Mindegy. Uramisten, micsoda dagadt kurva! Azonnal szállj ki! Köcsög! Azt nézem, hogy... Wow! No drifting, man! No drifting! Volt valahol az előbb láttam, hogy... Aha! Annak az épületnek a tetejére szerintem nem tudunk feljutni. Kérdem, hogy oda kúrtak egy létrát az oldalára. Kap be! Oké. Te is húzz a faszba! Ez volt a drift, bazd meg! Azt a kurva! Na jó, nézzük! Ez itt egy félkész híd. Bazd meg! Magyarázz tovább! Mondd el, hogy mi van! Na gyere! Gyere! Mondd el, mi van! Mi lenne, ha lőnél ezzel a szárral, te fasztopó köcsög? Tökönök! Tökönök! Hol vagy? Gyere vissza! Te megáll meg a kurva anyádat! Oké! Fegyverem van és nem félek használni! És fejjel célzok, basszátok meg! Velem nem fogtok szarozni, gecc! Na nézzük! Sikerült elmenekülni? Vagy nem? Futás! Köcsög zsaruk! Felszállok erre az épület tetejére, és akkor nekem kurva jó lesz. Nem! Nem megyek le! Mi van? Valahonnan lőnek, srácok, ez így nem jó. Basszus, ki vagyok, látom a nyakam. Baszki! Oh! Úristen! Kapjátok be, baszki! Kifolyott a töltény! Kurva életben, hát nem igaz! Mennyire baresz! Piros kormány, baszki! Kurva jó! Három rendőrült, ez nem hiszem, hogy őket egy hamarra tudom rázni, de rajta leszek. Meghaltok. Húúú! I'm dead! Hát srácok, ennyi volt a GTA 4. Még mindig lőnek valakik. Nem tudom, mi a fasz van. Mindegy, szerintem nagyon-nagyon állat. Legyen ez most elég egy kis bemutatóra, de megérjük, hogy még fogunk vele játszani, és sokkal komplexebb lesz, és majd valami küldetés is csinálok, vagy mit tudom én. De most muszáj volt egyszerűen belekóstolni, most próbáltam először. Ez kibaszott jó.
ez valami rohadt jó. Ha nektek is tetszett, nyomjatok egy lájkot, ha szeretnétek tőlünk még videókat, iratkozzatok fel a csatornánkra. Hú, és legközelebb találkozunk. Sziasztok!